Köszöntöm a Space nézőit! Ebben a videómmal a 2001-es Clone Wars szériából fogok bemutatni nektek egy figurát, méghozzá nem is akárkit, az egyik legnagyobb Jedit, Mace Windu-t. Nyissuk is az űrhidat! És itt is lenne akkor Windu mester, illetve hát a róla készült figura, plusz egy harci droid is. Hát egész jól néznek ki első ránézésre, vizsgáljuk is meg őket akkor közelebbről, nézzük meg őket akkor alaposabban. Nos, akkor mielőtt még megkezdenénk a vizsgálódást, hagyj kezdjem azzal, hogy a figurának számos kiegészítője van, mert tényleg adtak hozzá gazdagon, csak sajnos a legfontosabb kiegészítője nincs meg. Egészen eddig a pillanatig abban a hídben voltam, hogy megvan neki, de tövét a mindent, és a fénykardja, az sajnos nincs meg Windu Mesternek. Tehát ez miatt elnézést kérek tőletek, hogyha a későbbiek folyamán megkerül, akkor alkalmatán esetlegesen megmutatom nektek. Egy ilyen klassz kis tipikus Windumester fény kardilla pengével, fényből a markolat és a mágnesest kezébe meg tudott állni, bár egyébként sok értelme nem volt a figurának, mert játékra nem nagyon lehet használni ezt a figurát, de akkor kezdjük is akkor vizsgálni közelebbről, még egyszer elnézést a fénykard miatt, és akkor nézzük a figurának a fejét. Maga a fején egyértelműen fölismerhető, hogy Samuel Jackson -nak a akar lenni, tehát az ő arconásai fölismerhetőek rajta, sőt, szerintem még egy kicsikét fiatalosabb is, Windu mester, mint ahogy a filmbe kinézett, de tényleg az arconásai, a szeme, az óra, a szemöldöke nagyon jól megcsinálták, nagyon jól megcsinálták, tehát abszolút felismerhető, hogy Windu mester. Egyébként a fejét azt így nagyjából ennyire így körbe is lehet tekergetni, tehát így vagy erre az irányba, vagy ebbe az irányba képes nézni. A ruházata hibátlan, én úgy gondolom, tehát tényleg ahogy az arca is, ugye a zubonya a maga az az egész Jedi köppenye abszolút olyan, mint a filmbe. Az aláöltözet ilyen világos-barnás színű, ugye a maga a ruházata kicsit sötétebb, itt a nyakra, nyakrésznél is megcsinálták szépen, és a nadrágja pedig egy ilyen fehér színű lovagló nadrág, vagy valami olyasmi, igen, jedi lovag nadrág, és barna színű a bakancsa, amint látjátok, azon is még a csatok meg vannak csinálva, és még a cipőjének a talpát is kifestették feketére, látható is itt a gyártási dátuma neki, rajta, hogy Hasbro, és hogy Kínába készült. A talpain van ilyen kis rögzítő lyuk, csak sajnos talapzatot nem adtak a figurához, pedig adhattak volna, mert elég instabil a figura. Még az övéről egy annyit, hogy ez a barna bőr öv is meg van díszítve egy kis csatokkal, amit látjátok körbe, megvannak ezek a kis ö, rekeszek, amiben tudja tartani a Jedi cuccokat, lélegzőkészüléktől kezdve mindent. És igazából nagyjából végig is szaladtunk rajta, tehát maga a gyűrődések a ruháján, ez a szoknyájának az az alsó része, vagy a, ez ugye gumiból van, ez miatt egész jól mozgathatóak a lábai, már amint ezeknél a kisméretű figuráknál lehet mozgatni. Viszont sajnos a trükkje miatt a figura nagyon kötött, tehát hogy gyakorlatilag a kezét csak így tudja, ilyen széttárva tudja tartani, ezért többnyire a figurát így tudjuk elhelyezni, mintha egy ilyen erőlökést csinálna. Uh, viszont a másik kezénél nem értem, hogy miért. Miért így csinálták, hogy azt miért nem lehet legalább előre-fele tartani. Ahogy mondtam nektek, ebbe a tenyerébe van neki egy kis mágnes, aminek segítségével meg tudja fogni a fénykardot, Vagy mondjuk ezt a pisztolyt is elméletileg stabilabban fogja meg azáltal, hogy... Ami egyébként a droidhoz járt... Uh, hát nem, ezt, ezt, ezt így nem nagyon tudja megfogni, tehát az ujjai nem engedi. Hiába van benne ez a fém, tehát így esetleg de nem fér bele a tenyerébe, de így funkcionál. A fénykardot azt egész jól meg tudta fogni. Sajnálom, hogy azt nem tudom nektek most megmutatni. És tényleg viszont nehezen áll meg a figura, de akkor már meg is mutatom nektek ezt a kiegészítőt, ami a droidnak ugye a puskája, és ez elég szépen megcsinálva, és látszik az aljában az a kis beszúrt fém tüske, aminek köszönhetően meg tudja tartani Windu mester, úgy, hogy meg tudja. Ezen kívül akkor volt neki még egy kiegészítője, ez a Erő labda, talán, vagy erőlökést akar szimbolizálni. Biztos, hogy az igazi rajongók még ennek is megmondják a nevét. Én nem tudom, egy ilyen kicsit áttetszős sárgás tűz labdára emlékeztető, kicsit ilyen Dragon ball tuc, amit ide be tudunk neki rakni akár a ujjába, és akkor így igazából azt a hatást kelti, mintha Windu... Hopp, és még meg is volt a jel, kár, hogy nem láttátok. Elég messzire ki tudja ezt lőni elég messzire ki tudja lőni, hogy egész jó pofa kis trükk Ha meg esetleg úgy akarunk, hogy meg akarunk fogni valamit, akkor meg ezt a kék erőszorítás előfogást rakétát lehet vele kilőni, amit így szintén be tudunk rakni az ujjába, csak innentől kezdve a figurát már nagyon nehéz beállítani, hogy megálljon, tehát meg lehet, csak türelem kell hozzá, és akkor ezt is így itt hátra húzzuk, így valahogy is. Hát ez nem repült olyan jól, de azért ez is elég messzire elszáll, és a figurának az utolsó kiegészítője, aminek én annak idején nagyon örültem először, hogy tartalmazza, van, hogy milyen király, be lehet őket állítani, jól fognak kinézni. Hát a szándék az meg lenne a beállításhoz, de egy ilyen nagyon-nagyon uh, szépen kidolgozott, mert egyébként szépen meg van csinálva, egy ilyen kis rohamdroid, vagy harci droid, uh, tényleg visszaadja a filmbeli megjelenést, de az egész valami gumiból készült srácok, már a dobozba eldeformálódott, és ezáltal a lába ilyen ólábújak. Na most ezt megállítani valami borzasztó, borzasztó nehéz, ha figyeltétek a videó elején is, igazából Windu tartotta őt ezzel, egy egymást tartották ezzel a gömbbe, hogy forogtak a tálcán. Elvileg ugye el lehet játszani, hogy szétlövi Windu, azaz lejön neki a feje, tehát leszedhető, leszedhető neki a backpack pár ez mondjuk kizárt, tehát úgy játék közben lejöjjön. Illetve itt a törzsénél is szét kéne ennek jönnie, de az az igazság, hogy annyira nem volt képes önmagát megtartani, egy picike kis ragasztót belecsöpögtettem annó, hogy legalább így a törzse egybe legyen neki, tehát még elvileg ott is szét lehetne szedni. Maga nagyon jól tekergethető a figura, a színezése az teljesen hibátlan, össze lehet csomagolni ilyen kis robottá, vagy ilyen kis szállítható formába tetszenek a kiegészítők is, nézzétek meg a hátulján ezt a kis hátizsákját, amivel irányítják, hogy kommunikál a központtal, az is teljesen jól meg van csinálva. Csak mondom, ez, a, ez, ez ezt megállítani nem lehet. Tehát ez a talpán neki nem áll meg, lehet vele szórakozni, egy kicsit szétfeszítjük, és akkor próbálkozunk. És még ezt azzal meg van fejelve, hogy elvileg ezt a fegyvert a kezébe kéne neki rakni. Amit viszont meg tud tartani, Hát jobban meg, mint Finn de hát látjátok ez is egy picit nehéz neki. Illetve hát tényleg ezekkel a lábakkal megállítani lehetetlen a figurákat. El lehet vele szórakozgatni, de tényleg ez nagyon-nagyon ez, ez, ez gáz, hogy ezt ennyire így csinálták meg. Jó, szerintem megvizsgáltuk őket kellőképpen, akkor hasonlítsuk is össze őket más figurákkal. És akkor itt is lenne nekünk összehasonlításképpen, hogy a Black Series mandó, Jango Fett, ugye, ami széria neki, aztán itt van még Anakin Skywalker, és akkor meg lehet őket még nézni, ugye, Groguval, a kis Baby hát így mutatnak. Igazából az összehasonlításból szerintem most ennyi elég lesz, és akkor itt az ideje, hogy össze is foglaljam nektek a véleményemet erről a figuráról, vagy ezekről a figurákról összességében nézve ezt a figurát igazából nem nagyon tudom senkinek ajánlani. Tehát be lehet őket így állítani, de nagyon-nagyon nehéz ez miatt szerintem. Nem is olyan szépek, hogy azt mondja az ember, hogy gyűjtőnek ez csak életes. Szépen meg van munkálva, de maga a gimmickje, a trükkje az nagyon látszik neki. Játékra meg nagyon bekorlátozza szintén az előbb szóban forgó trükk, tehát ugye Windu ki van feszülve gyakorlatilag is mozgathatatlanok a kezei. A droid az képtelen megállni a lábán, Úgyhogy nem, én nem hiszem, hogy ebbe egy gyerek örömét lelné nagyon a játékként. Hát ha már választanom kell, akkor azt mondanám, hogy inkább a gyűjtőknek a polcára, mert végül is Windows azért el elég szépen meg van csinálva, meg a droid is. Hát lényegében ezzel végére is értünk ennek a videómnak. Ha tetszett, akkor jutalmazzátok egy like-kal, megtisztelnétek, ha feliratkoznátok. Köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket. Sziasztok!